Lónyán, Barabáson, Beregsurányban és Tiszabecsen is ellenőrizték az Ukrajnából érkezőket augusztus 22-én és 24-én. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal és a Nemzeti Adó és Vámhivatal szakemberei közös vizsgálatot tartottak az afrikai sertéspest is határ közeli megjelenése miatt. Magyarországra jelenleg tilos élőállatot, állati terméket, sertés vagy vaddisznóból készült ételeket behozni, még magáncélra sem engedélyezett. Sajnos azt kellett tapasztalnunk, hogy a különböző közlemények, illetve hát az országokban kiadott országos főállatorvosi utasítások ellenére szinte minden második utasnál volt valamilyen húskészítmény, rántott hús, készétel, sült húsok, szendvicsekben húskészítmény. Ez egyértelműen tilos Ukrajnából ezeket behozni. Ezeknél a NAV-val közösen vagy megsemmisítésre kerültek ezek az élelmiszerek, vagy visszavitték az utasok, vagy pedig ott a helyszínen elfogyasztották, amennyiben kis mennyiségű volt. A Népik szakembere kiemelte, a behozott élelmiszerek kockázatosnak minősülnek, így például állatok etetésére tilos felhasználni. Hozzátette, az emberekre semmilyen veszélyt nem jelent az afrikai sertéspest is, de nagymértékű gazdasági károkat okozhat. 2007-ben jelent meg Grúziában az afrikai sertéspest is, és azóta fokozatosan közeledik Magyarországhoz, az északi részeken, Lettország, Litvánia, Lengyelország, és most már Ukrajnában is itt van. Sajnos azt kell mondanunk, hogy már abszolút a határ közelbe pár kilométeres távolságban az ukrán részen már házi sertésben, de vaddisznókban is találtak afrikai sertéspest is. A gazdasági kár az, ami több 10 milliárdba mérhető egy ország esetében, hogyha bekerül a sertéspest is vírusra. Amelyik országban megjelenik a vírus, ott a vadásztársaságoknak is fokozottan figyelniük kell. Ha vaddisznó tetemet találnak, akkor ez kötelező jelenteniük. A vadászat alatt viselt ruházatot pedig le kell cserélni, mielőtt az otthoni állatokat etetik meg. A házi sertéseket óvni kell a vaddisznókkal való érintkezéstől. A kerítéseket javasolt megerősíteni a sertéseket tartó házak körül.